Győrben is megalakult a Civil Összefogás Fórum klubja. Csizmadia László, a CÖF CÖKA elnöke elmondta, következetesen ugyanazokat az értékeket képviselik, mint eddig, így nagy öröm számukra, hogy a helyi klubokban is támogatják a törekvéseiket. Legjobb tudomásom szerint már is egy közel 40 tagos CÖF klub jött létre. Az országban nagyon sok helyen van már CÖF klub, tulajdonképpen ennek az egyik mellékállomása a civil akadémiák, ahol is csodálatos módon különböző előadókkal mindig az emberek sorskérdéseiről tudunk beszélni. A Civil Összefogás Fórum 10 évvel ezelőtt jött létre, azóta több mint 1200 szervezet csatlakozott a mozgalomhoz, melynek célja, hogy az összefogás erejével segítse a civil szervezetek közti információáramlást, közös akciók szervezését, a civil és a nemzeti érdekvédelmet. Közösen gondolkozunk, közösen gondoljuk át a jövőnket, a múltra épített jövőnket, közösen aggódunk az országunkért, Európáért, gyerekeinkért, és ha közösen gondolkozunk, annak biztos, hogy lesz közös eredménye is, és csatlakozva mindig az országos CÖF mozgalomhoz, mi mindenben részt veszünk, ami előre viszi az országot, megmenti az országot, ott vagyunk, ha kell. Az alakuló ülést követően a vendégek az Echo TV Sajtóklub című műsora főszereplőit hallgathatták meg.